Ács Rezső polgármester kezdeményezésére egy perces néma főhajtással emlékeztek a város önkormányzati képviselői. A június 13-án elhunyt Kovács Jánosra, Szekszárd egykori vezetőjére a júniusi közgyűlés elején. A járványhelyzet kitörése óta most először ülésezhettek a képviselők. A legnagyobb vitát kiváltó a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő építési munkálatainak leállítását kezdeményező javaslatot az Éjjel Szekszárd frakció nyújtotta be, mert a helyiek közül néhányan tiltakoztak, ezért most új helyszínt keresnének a beruházásnak. Ezt előbb is megkérdezhettük volna hivatalosan, most azt javasoljuk, hogy tegyük meg. Arra fogunk kapni egy választ, és abban benne lesz az, hogy ez a módosítás lehetséges-e. A város korábbi gazdasági és pénzügyi bizottságának elnöke szerint a rendelő építésének megakasztása és a mostani leállítás érthetetlen és elfogadhatatlan, mert a fejlesztést ezen a helyszínen korábban minden hatóság jóvá hagyta, és az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai is megszavazták. Ha nem valósul meg, és ameddig költségbe kerül, ezt igenis a frakció állja és fogadja el, mert ennyi szándékos károkozás van a szekszárdiak részére. Ács Rezső, a város polgármester a közgyűlés után azt mondta, az építési munkálatok leállítása azt jelenti, hogy nem épülhet új orvosi rendelő Szekszárdon, mert a város így elbukja a munkához kapott pályázati pénzt. Kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy ez a projekt ez tulajdonképpen nem fog megvalósulni, mert ugye az IH egyértelműen kinyilatkozta, hogy vagy ezen a helyszínen meg tud valósulni a projekt, vagy pedig el kell engednünk a pénzt. Nem csak erről beszélünk, hanem a kártérítésről is. Ács Rezső szerint az is megtörténhet, hogy a kivitelezéssel megbízott cég a kieső bevétele miatt bepereli az önkormányzatot. A rendelőre kapott pénz lehetséges elvesztéséről szerettük volna Bomba Gábort, az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjét is megkérdezni, ám ő egyetlen kérdésünkre sem válaszolt. A közgyűlésen napirenden volt a polgármester által a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről szóló beszámoló is. Ezt az Éjjel Szekszárd frakció nem fogadta el, mert egy módosító benyújtásával semmi se akartak tenni olyan szerződést, amiket Ács Rezső a törvény által kötelezően előírtaknak megfelelően közgyűlési hatáskörrel önmaga hozott meg a járványhelyzet alatt. A jegyző viszont jelezte, hogy a közgyűlés nem semmisíthet meg korábbi szerződéseket, arra csak a bíróságoknak van lehetőségük, ezért most az a különös helyzet állhat elő, hogy az Éjjel-Szekszárd többségű közgyűlésnek a bíróságot kell meggyőzni arról, hogy szerintük hibás döntéseket hozott a közgyűlésként eljáró polgármester. Nyugodtan lehet vizsgálatni, meg lehet természetesen minden nézni. Egy volt a fontos, hogy a város működőképességét fenntartsam. Azért azt el kell mondanom, hogy a pandémia időszak legelső döntése a részén az volt, hogy legyen a városnak költségvetése. Ha nem lett volna költségvetése, nem tudunk pályázni. Mondjuk nyertünk azóta 7 milliárd forintot, ugye ipari parkra 2-t, meg az utakra 5 milliárd forintot, de nem pályázhattunk volna, ha 2020-ban nincsen költségvetése a városnak. A szekszárdi közgyűlés a tervek szerint június 2-án csütörtökön ülésezik újra.